Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Tisztelt Püspök Atya, nagy szeretettel köszöntjük a bukovinai székelyek és a bukovinai székelyek közösség nevében. Uram, fogadja szeretetünket, imádkozzon értünk. Úgy gondolom, hogy ez a sokat szenvedett nép sokat tett, és sokat szenvedett azért, hogy itt lehessen, amit végül is a mai nap is ünnepelünk. Emlékezünk arra 80 évre, amikor elindultuk Bukovinában. Fogadja nagy szeretettel és ajándékunkat. Nagyon köszönöm. 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 Fogadja szeretettel a kismányokért házközség és a székely asszony felében. Köszönöm szépen. Kedves Püspök Atya, volt alkalma már megismerkedni Mária Gyüdön a nemzetiségekkel, svábokkal, horvátokkal, és most a székely búcsúra szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mivel is köszöntselek, gondolkodtam innen Vonyhától gyalog eddig. Ábel a rengetegben, a trilógiában, mikor elment Amerikába, és leszállt a vonatról, megkérdezték, hogy miféle ember ő. És ő azt mondta, hogy székelynek születtem. És megkérdezte az ottani vámvizsgáló, hogy miféle nemzet ez. És azt válaszolta, a székelyek az egyik legrégibb, legeszesebb, de egyben legárvább magyarok. Ez az én népem, és én büszke vagyok, hogy egy bukovinai székely családba születhettem. Ők imádkozták ki az én hivatásomat, árvaságomba ők segítettek papságom útján, és többször megerősítettek a hűségbe. Megerősítettek papjaink is engem, akik nem rohantak be a püspökségre nyavajogni, hanem ott maradtak a népükkel, és egész menekülés alatt velük voltak. Kereszteltek, bíztatták őket, és itt az új hazába ezekkel az öreg székely papokkal kezdődött el az élet. És én ezért hálát adok, és büszke vagyok az én népemre, mert valóban nagyobb máriás lelkületű népet, mint a székelyt még én se ismerek. Hát anyámé, akkor váltsunk át, a Jóisten hozott. Nálunk ez az anyámé szó, ez egy befogadást jelent, hogy tartozol valakihez, valakié vagy. Anyámé, de örülök neked, nekem is sokan mondják, én is mondom a papoknak, ahogy hallottad is. Igen, anyámé, légy egy kicsit a miénk is, és mert ilyen emberközeli püspökünk még nem volt, akinek a hangja elég hamar eljutott a vidékhez, de nem csak a vidékhez, hanem az emberek szívéhez is. A Jóisten áldása legyen munkádon, és a Jóisten hozott közénk. Majd később beszélek. Köszönöm. Bűnbánatunk segítsen, hogy méltón fogadjuk az Úr ajándékait ebben a találkozásban, és én boldog vagyok, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy részese lehetek a szíveknek ebben a szép ünnepén, ebben az emlékezésben, megerősítésben, és kérjük Isten áldását mindnyájunk szívére. Gyónam a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, Te a boldogságot szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogunknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út, az igazság, minden kegyelme. Nálam az élet,
és erény minden reménye. Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül. Akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, ki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, s a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe küldte fiának lelkét, ki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Legyen veletek,
és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. Kiegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, s így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Még egyszer nagy-nagy örömmel is szeretettel köszöntök mindenkit, és tényleg egy ilyen gazdag ünnepnek valójában a legmélyét találjuk meg, és a legfontosabb részét. De egyik, ami nagyon-nagyon fontos az ember életében, és nagyon köszönöm, hogy részese lehetek ennek egy igazi ünnepnek, mert az ünnep az emberi életnek, az emberi méltóságnak a legfontosabb része. És tulajdonképpen azért nagyon is fontos, hogy így szépen ünnepeljük, hogy felöltözünk, hogy liturgiát tartunk, hogy ünnepivé tesszük a környezetet is, mert ez kezd eltűnni. Más a szabad nap, más a munkaszüneti nap. Azok nem ünnepek, csak ünnepivé tudjuk tenni. A vasárnap sem ünnep már nagyon sok embernek. De az emberi szívnek, az emberi kapcsolatoknak, a találkozásainknak rendkívül nagy szüksége van az ünnepre. És úgy mondjuk ez, hogyha az valakinek nincs már ünnep az életében, akkor már mindent elveszített. Akkor már semmit nem lehet. Hallottam munkatáborban, kitelepítettek fogságban lévők életéből, hogy szinte semmiük nem volt. De megtartották az ünnepet. Nekiültek, és azt mondták, most karácsony van. Most ünnep van. Lehet, hogy csak egy sivár szaloncukor volt, lehet, hogy csak két diót akasztottak egy zöld ágra, de ünnepelni kell. És az önök, vagy az önök ősei ezeket megélték, és megtapasztalták. És ez az első és a legfontosabb, amit így azt szeretném, hogy így vigyük magunkkal, hogy ünnepeljünk. Goethe azt mondja, hogy minden nap rá kéne néznünk egy gyönyörű képre, és egy gyönyörű verset vagy irodalmit el kéne olvasni, hogy a érzés és a gondolatvilágunk az szép legyen. Én még igazi falusi körülmények között nőttem föl, ahol a háznak, az otthonnak, nagymamámnak, édesanyámnak, a konyhájában, a szobájában azok a régi, igazi képek voltak. Mária kép, Jézus kép, és ezt szemléltük gyermekként. Nagyon sokat néztem, ott voltunk előtte. És gondoljunk be, hogy milyen fontos üzenetek voltak ezek. Milyen fontos, néha csak egy mondat volt kivarva azon a fali szőttesen, de azt újra és újra elolvastuk. Újra és újra bevésődött a szívünkbe. Mert amit nézünk, amit látunk, amit szemlélünk, az szebbé tesz bennünket. És valahol az életünk teljességét hordozza. És ebben az életben, az ünnep mögött, mint erő, mint biztonság, ott van a hit. És Mária ünnephez kapcsolódva, én erre a hitre szeretnék egyrészt ránézni. Máriának a hite, azt mindig úgy gondoljuk, hogy az olyan valami álomszerű. Jön az angyali üdvözlet, megy Mária Erzsébethez, és mit mond Erzsébet? Boldog vagy, mert hittél. Nem tudod, mi vár rád. Nem tudod, mi lesz a sorsod.
Mária sem tudta, hogyan lesz tovább. Mibe kezdett, mire mondott ő igen. Egy dolgot tudott. Az Isten velem van. Velem jön, és nem hagy el engem. A hit ez. És azt gondolom, az a hit, amit önök hordoznak a szívükben, az őseik hite, hogy milyen nyomorúságokat megéltünk. Milyen emberi gonoszságot. Milyen mélységeket. De van valami, amit nem engedtünk el, és nem adtunk oda, és ez a hitünk. Mert Isten ott is velem jön. Ott is velem van. Ott is ott akar lenni az életemben. És a hit tulajdonképpen azt jelenti, amikor azt mondja, hogy boldog vagy, mert hittél, azaz a boldogság ott van abban, amikor teljesítem az Isten akaratát. Teljesítem az Isten szeretetét. És az életünknek az egyik része, hogy átadjuk ezt az ünnepet, és átadjuk a hitet. A hit nem tanítás, nem hittanóra. Az a baj, hogy most az egyházban is elcsúsztunk egy picit, hogy azt hiszük, hogy van hittanóra minden iskolában, és akkor már minden rendben van. A hitet a családi asztalnál, és itt az oltárnál lehet átadni. Az élő hitet, az Istenbe vetett hitet. Itt van nagyon sok nagymama, nagyapa, bocsánat, de ez, én is benne vagyok már ebben a korban nyugodtan. Óriási feladatuk van, hogy meséljenek, akár a nagyszülőkről, szülőkről, hogy mind mentek keresztül, és milyen hittel élték az életüket. Milyen hittel telepedtek meg itt, kezdték újra, építettek templomot. Föntartottak egy kis nyomorúságos kápolnát. De az élet volt. Abban erő volt. Ez az élő hit. Nem teológiai, meg dogmatikai fogalmakat kell elmagyaráznunk a fiataloknak. Mert nem tudjuk, hogy rájuk milyen megpróbáltatás vár. Nem tudjuk, hogy az ő életükben a jövő még mit fog hozni. És lehet, hogy mindenki csúszik a kezükből. De a hit ott kell, hogy maradjon. Mária ilyen életet élt. Gondoljunk csak vele, hogy szépen mondjuk, hogy angyal üdvözlet. De egy istáló volt, ahol a gyermeknek életet adott. A menekülés közben született Jézus. Otthontalanná vált, mert el kellett menekülnie más országba. Boldog vagy, Mária, mert hitted azt, amit az Isten mondott neked. Mit hittek a családok útközben, a szegénységben, a bizonytalanságban, hogy az Isten rám bízta az életet. Az Isten rám bízta ennek az életnek a küldetését, és ezt nekem meg kell élnem, és segíteni fog. Lehet, hogy emberileg nem látom, emberileg nem tudom, hogy hogyan lesz ez tovább, de menni fog, és ott lesz velem. És ott van a félelem, mikor keresi Jézust. És akkor azt mondja Jézus, hogy nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem. Ez egy egyszerű mondat, de ez egy nagyon fájdalmas mondat volt. Ekkor veszítette el Mária Jézust. Hogy anyám, én az atyához jobban tartozom. Nekem az atya dolgaiban kell lennem. És ott egy nagyon fontos, ami ezután is le van írva a Bibliában Máriáról, hogy el-el gondolkodott rajta. Hallotta Jézus szavait, az Isten szavát, proféták üzenetét, Simeon szavait,
és elel gondolkodott rajta, hogy hogy is van az életem, hogy van ennek a gyermeknek az élete, hogy van az Isten akarata, amin én elindultam. És ez nagyon fontos. Nem tudom, hogy az önök vidékén hogy van, ahonnan jöttek, vagy ahol most élnek, Szabolcsba, ahonnan én jöttem, ott a Mária Pulcsa kegyhely, és nagyon sok ház otthon falán a Mária kép mellett, az szinte mindenütt ott kell, hogy legyen, a leggyakoribb másik kép Jézus a Getsemáni kertben. Amikor ott ül, és imádkozik, hogy Atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a kehely. Az a döntésnek az órája. Miért ez a kép volt mindig? Mert tudták az őseink, hogy minden fejben dől el. Ott abban nincs történés, nincs esemény, nincs beszéd. Ott a Jézus ott van, és Atyám, hogy legyen? És mit mond? Legyen nekem a te akaratod szerint. Döntök melletted. Fiataloknak ez az egy krízisük és problémájuk. Hogy az életben nem tudják meghozni azt a döntést, amiben bele lehet kapaszkodni, ami erőt fog adni, és ami tovább visz bennünket. És hiszem, hogy az életnek, a családnak, a közösségnek nincs más ereje. Mert lühöd, zavar és bizonytalanság, de döntenem kell. A hit egy ilyen döntés. A hit, hogy döntök az Isten mellett, és elindulok az Istennel az életutamon. Előbb érkeztem néhány perccel, és megismerhettem ennek a szobornak a történetét, hogy hozták el. A hitért mentek el. Nem egy szoborról van szó. Nem egy műalkotásról. Nem egy különleges múzeumi kincsről. Sokkal többről. Amikor mentették ezt a Mária szobrot, amikor érte mentek, akkor azt mondták, bármi lehet. Bármi történhet, a hitemet nem hagyom ott. Lehet, hogy semmink nincs, de hitem még van. És ebből a hitből fölépítem magamat. Fölépítem az életemet. És csak ezzel a hittel lehet mai nap is, abban a zavaros, bizonytalan jövőben nézni, tekinteni, ami előttünk áll. Ezért kérem, hogy beszélni, mesélni a gyermekeknek, a fiataloknak, unokáknak az Isten hitemről, hogy hogy győztem az életet, mert a rajtam lévő kereszt és szenvedés terhe lehetett. Hogy jöttünk be, mindenki, akik ott álltak a bejáratnál, meg útközben is, örömmel is mosolyogva, mindenki óriási szenvedésekről beszélhetett volna. De ezeken a kereszteken, ezeken a szenvedéseken keresztül láttam az arcokon átragyogni a hitnek, az életnek, a szeretetnek a győzelmét. Ezt kell megmutatnunk. Erre van szüksége a világnak, az életnek. Mert akkor nyugodtak lehetünk. Akkor mindent átadtunk. És lehet, hogy néha nehéz lesz. Néha úgy érzik, hogy elveszítették. De el fognak indulni valahova az életben.
és eszükbe fog jutni, hogy a hitemet, azt a legnagyobb belső erőt, az Istenre hagyatkozásomat nem hagyom. Arra nekem szükségem van, abba én bele tudok kapaszkodni. A hit, mely vezet egy úton, és ahol rá kell találnunk, hogy megtaláljuk a saját életünket. És a mindennapi szenvedés ne homályosítsa el a szeretetemet, a jóságomat és az igaz emberségemet. És hiszem, hogy a székely búcsú, a maroknyi nép, amely, ahogy hallottuk a köszöntésben, hogy legkülönlegesebb és mégis a legnagyobb hittel bíró, de ezt higgyük el, egész magyarságunk is hordozza. A magyarságon belül igen, így van, még különlegesebb a székely szívnek ez a mélye és a titka. De ezt nekünk kell megélni. Az a kor, amelyben vagyunk, ez most ránk következik. Őseik, őseink mást éltek meg. Más, az én nagyapám is nagyon messziről jött, ment, ide költöztek, oda költöztek, de a végén valahol Geszterét faluban ott maradtak, letelepedtek. És én is így nézek az életemre, hogy az ő életútja meghatározza az én sorsomat is. A mi életútunk meghatározza a jövő sorsát is. Mária hite, ha megerősödik bennünk, megtaláljuk mi is a boldogságot, mert boldog vagy, hitted, hogy megtörténik mindaz, amit az Isten ígért neked. És mi ennek a hitnek a végső teljessége és biztonsága? Az, amikor azt mondja a Biblia szavai, Jézus azt mondja, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak ígért, akik bíznak, hisznek benne. Hitvallással folytatjuk. Melyiket? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, magyarok nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket, mennyei atyánk elé. Áld meg, Urunk, szent atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai, s nagyasszonynak buzgó gyermekei legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Atyhazánk főpásztorainak, papjainak, szerzeteseinek testi lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Alakítsd át szívünket, hogy boldog asszonyunk példája szerint mi is reát figyelő, akaratodat teljesítő keresztények legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ébreszt fel, Urunk, magyar ifjúságunkba a keresztény hivatástudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd el huny szeretteinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek magyarok nagyasszonyával és nemzetünk szentjeivel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Uram, a székely szíveket, hitükben, kereszthordozásukban, családjukban, hogy ezt az élő hitet megélve ajándékozhassák tovább az utánunk következő nemzedékeknek. Urunk és Istenünk, első szent királyunk végakaratából fiad édesanyját nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsunk szent fiad országát, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének kicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentek házjavára. Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos szűzanya közbenjárására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária, mint magyarok nagyasszonya ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által,
szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, s imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel levalljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, kik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged,
Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedre. Engesztelődjetek ki szívből egymásra. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézushoz, Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az imád. Az áldoztatás rendjét hirdetném. Püspök atya innen az oltár előtt áldoztat, Sándor atya a templom közepén, én majd kimegyek a templom ajtón kívül. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, segítse népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátrónánknak kegyes közbenjárása, hogy mi, akiket jótéteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Én még egyszer nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, és tényleg örömmel, szeretettel jöttem, és köszönöm, hogy részese lehettem ennek az ünnepnek, és ennek a hit gazdagságnak, amelyet hiszem én is, önök is viszünk tovább. Jó Isten áldással legyen mindnyájukkal, a szeretetükkel, áldozatukkal, mindennapi munkájukkal, családjukkal. Az Úr legyen veletek! És a felelkedve! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi ajándékok javait. Amen. S áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjünk békével. Istennek legyen hála.